Két rutinos játékos mellett csupa fiatal kosarassal vágott neki a bajnokságnak a nyíregyházi együttes. A koronavírus járvány az NKS helyzetét is megnehezítette, a Szent Imre gimnázium csarnokában ugyan lehetett edzeni, de a tréningeken gyakran voltak hiányzók. Ősszel végül 7 meccsen lépett pályára Farkasinszky Gyuláni együttese, és sikerült pozitív mérleggel, 4 győzelem mellett 3 vereséggel zárnia az évet. Ez az 5. helyhez volt elég az amatőr NBA zöld csoportjában. Én úgy gondolom, hogy amellett, hogy rengeteg betegünk, sérültünk van, komplet csapattal még ebben az évben egy mérkőzésen nem tudtunk játszani, tehát ahhoz képest ez egy nagyon jó eredmény. Egyetlen egy mérkőzés az, ami egy kicsi hiányérzeten van, az a Zsíros Akadémia, ami szerintem egy fogható mérkőzés lett volna a hazai pályán. Ott valahogy nem úgy állt össze a csapatjáték, és valahogy nem úgy küzdöttünk, ahogy az szükséges lett volna. De a többi mérkőzésen úgy gondolom, hogy elmentünk Diósgyőrbe, ahol szinte magas ember nélkül játszottuk végig a mérkőzést, és egy igen szép eredmény sikerült elérnünk, amellett, hogy nem győztünk, de amellett nagyon tisztes volt a helytállás. A Kisnekénél például mentünk föl megint csak egy fél csapattal, de ott annyira nagy küzdés és pontosság volt már a második félidő, de azt a mérkőzést is sikerült megnyerni. Úgy gondolom, hogy ebben az évben, amit meg tudtunk tenni, azt mindenféleképpen megtettük. Tehát én úgy gondolom, hogy a nagy csapatnak ez az eredmény, ez a helyezés, ez maximálisan jó. A lányok többsége a felnőtt meccsek mellett a junior, illetve a kadett csapatban is játszik. Ez a két gárda a kiemelt bajnokságban szerepel. Nekik ezek a mérkőzések, ezek csak előbbre vihetők. Na most az, hogy itt azért minden pontérés, minden egyes lépésért meg kell küzdeni, ez sok esetben azért mentálisan nagyon nehéz. Tehát ugye ezek a játékosok, akikkel nem játszunk, heti 8-akat, 10-eket edzenek, sok esetben ugye a délelőtti tanóra keretén belül külön edzéseik vannak. Mi nem tudunk ennyit edzeni, mert ugye mi játékosaink iskolába járnak, de úgy gondolom, hogy azokat a mérkőzéseket, amit meg lehet fogni, tehát azokat a mérkőzéseket ebben az évben fogtuk úgy a kadettel, mint a juniorral, és nekünk azt tudomásul kell vennünk, hogy mi az első 8 csapat közé azért nem tudunk bekerülni, bármennyire is szeretnénk, viszont ezt a középmezőnyt, ezt a 10-től 16 helyig, ezt maximálisan fogjuk tudni tartani. A nyíregyházi felnőtt csapat vasárnap már bajnoki pontokért lép pályára. 13 órától a BKG Prima Akadémia együttesét fogadják a Szent Imre gimnázium csarnokában Farkasinszky Gyuláné tanítványai.